5 évvel ezelőtt 12 együttes nevezett az első Sóstói Strandfoci Fesztiválra, amely azóta az ország legnagyobb ilyen jellegű rendezvényévé nőtte ki magát. A szervezőknek már limitálniuk kellett a résztvevő csapatok számát, így a tavalyi évhez hasonlóan 40 férfi és 4 női gárda lépett pályára. Bár az időjárás nem volt mindig kegyes a résztvevőkhöz, valamennyi mérkőzés lejátszották a csapatok. Óriási mezőny jött össze, hiszen egy hónappal ezelőtt már lezártuk a nevezéseket. Az ország különböző megyeiből, 5 megyeiből érkezett ide csapat, és nagyon színvonalas torna vége felé járunk már, hiszen csütörtökön reggel 9 órakor egy női tornával indultunk, amit a Nyírségen SC csapata nyert meg a Napkor csapata előtt, és a Kuba Team Ladies első és második csapata között, ők is színvonalas csoportot bonyolítottak le, és azt követően pedig non-stop rendszerbe gyakorlatilag közel 90 mérkőzést játszottunk le a torna folyamán. A torna még magasabb színvonalú volt, mint az elmúlt 5 évben, és én bízom benne, hogy a jövőt illetően is ezek a csapatok, akik erre eljöttek, erre a 6. alkalommal megrendezésre került tornára, azok vissza fognak jönni hozzánk a jövőt illetően. Magas színvonalú mérkőzéseket láthattak a nézők, igaz, hogy az időjárás végig nem volt igazán kegyes hozzánk, de azért a játékosok a pályán tűzbe tartották a közönséget is. A tornát végül a nyíregyházi Real Tate Kft. Csapata nyerte a Rómeó Vác és a nyíregyházi Offside Sport Café előtt. A gólkirályi címet a váci Krasznyászki Márton szerezte meg, a legjobb kapusnak a Reálos Szalánci Zoltánt, a legjobb játékosnak pedig az Orosi Hajógyár csapatában szereplő Seres Konrádot választották meg a szakemberek.